az utca, csillagtalan és jéghideg. Adj még egy kortyot a borból, nem kell rohanni, nem éri meg. Ha feladom, mégis ne fogadd el, ha zuhanok újra, gyere kapjál. A kezemmel húzom, ne erezd el, a tereket töltsd ki szerelembe. Ordas hazugság, na jól van, súgd a fülembe, és elhiszem. A bölcs ellenállás elalszik, most kérhetsz bármit, megteszem. Ha feladom, mégis ne fogadd el, ha zuhanok újra, gyere kapjál. A kezemmel húzom, ne erezd el, a tereket töltsd ki szerelemmel. Hát a klipben is nagyon jól néz ki, Muri Enikő, de azt kell mondjuk, hogy személyesen még jobban. Jó reggelt! Jaj, köszönöm szépen, jó reggelt! Gondoltad volna, hogy ilyen dicsérettel kezdem a mai beszélgetést? Ez Robi, öröm veled mindig beszélgetni. Hogyan készülsz a karácsonyra? Mert ugye most már több előadó művészt hívtunk ide a stúdióba. Kinek mi a szokása, hogyan fordul rá ugye szeretett ünnepére? De most valószínűleg boldogabb lehetsz, mert egy eléggé sikeres évet tudhatsz magad mögött, nem? Hála és ráadásul ugye mennyasszonyként is fogsz a fa mellé állni. Ez így van. Hát azért túlzásban nem viszem. Tehát most például próbáltam saját kezüleg adventi koszorút készíteni. Hát, meddig jutottál nem. el? Kész van, meg ja. már meggyújtottuk a gyertyákat is, amennyit ugye kellett már, de olyan kis bénácskának néz ki. Egyébként anyukámnak van ehhez nagyon jó érzéke, tehát ő ilyen gyönyörű koszorút csinál, asztaldísz, tehát hogy neki olyan jó képzelő ereje van, meg minden, hát nekem ez nincs, mindegy, én máshoz értek. De ugye, hogy mennyire lehet viszont örülni neki? Most függetlenül attól, hogy kicsit béna lett a te szavaiddal élve, de gondolom mindenki örül neki. Nem, te csináltad. Hát a párom ugye nagyon rendes volt velem, mondjuk mert volna másmilyen lenni, de nem, egyébként nagyon kedves volt, mondta, hogy ez szerinte tök jó, meg minden. Majd jövőre megpróbálok mondjuk egy nehezebbet csinálni. De hát valahol el kell kezdeni, és nyilván, ha majd anya leszel, akkor aztán a gyerek miatt muszáj ilyeneket csinálni. Na hát ez az, miatta van az egész. Úgyhogy idejében el kell kezdeni készülni rá. Valamiről lemaradtam? Nem, semmiről nem maradtál le. Ne kapaszkodj bele, ne? Előrevetítettem. Ja, előrevetítettél. De egyébként jogos a felvetés, mert hogy már tudatosan itt készülök erre, de most a karácsony már téma... Már az anya szerepre? Hoppá, mégiscsak. Tehát nagyon szeretnék babát, de most beszéljünk a karácsonyról. Én úgy készülök a karácsonyra, hogy már kb... Tehát ti most a pároddal már az anya szerepre készült, vagy te magad az anya szerepre készülsz? Nem, most én egyelőre arra készülök, hogy tökéletes arra legyek. Igen? És az majd, mikor majd, lesz? Hát az majd augusztusban lesz. Uh-huh. Ott leszünk? Hát szeretnél? Pici lesz, vagy hatalmas csinnadrattát tervezel? Hatalmas csinnadratta. De beszéljünk ma karácsonyra. Jó, beszéljünk, abszolút. Szóval karácsony, én úgy készülök, hogy hetekkel a szenteste előtt már készülök arra, hogy például milyen menü legyen. Nem viszem túlzásba, mert utána a 25-26-a arról fog szólni, hogy családokhoz megyünk látogatóba, tehát ott meg valószínűleg lesz egy kis étel, egy kis fogadtatás, bármi, egy kis beigli, úgyhogy nagyon sokat nem főzök, de azért lesz egy kis menü. Hát ilyenkor az ember hajlamos túlzásokba esni, tehát eltervez, hogy jó, ezt meg azt meg amazt, és aztán szembesülsz vele, hogy még a morzsaparti sem elég, tehát nem fogy el az, amit elkészítettél. Még nem történt veled ilyen? Hál' Istennek nem, tehát mi mindig inkább többet főzünk, elfogy, de mi hál' Istennek nem vagyunk úgymond finnyásak, tehát mi megesszük azt az ételt is, ami mondjuk 2 vagy 3 nappal azelőtt főztünk. Tehát ezzel nincsen nekünk problémánk, jó az úgy is, csak hát nyilván. Mindig a főzésről beszélünk egyébként ilyen karácsonyi beszélgetésekkor, de az ajándékaid megvannak már? Szerinted? Tehát azért engem sok volt például az, hogy még nincs.
Nincs, nekem se. Nekem sincs. Annyira belefeledkeztem ebbe a klipbe. Ez mikori klip? 2012-es. Aha. Hú, de imádom ezt a számot. Én ugye Udvaros Dorottyával ismerem, de szépen énekled. Nekem sincs ajándékom egyébként. Akkor most álljunk fel és menjünk, szerezzük be a karácsonyi ajándékokat. Mindig, minden évben egyébként megfogadom, hogy, én is. Hogy időben. Hetekkel, akár persze. Már novemberben megvenni, de hát kinek van arra ideje, hogy most végig gondolja, hogy most akkor nagymamámnak mi kell, keresztanyámnak mi kell, anyukámnak, apukámnak, tehát mindig várom azt, hogy valami ötlet így. Kéne egy karácsony ajándékok nélkül. Köszönjük szépen, Enikő. Köszönjük, és énekelni fog, mondd már el, hogy ő fog énekelni. Hát ezt kéri, már követeli mindenki, hogy mondd el. És köszönjük szépen. Nem igaz, hogy nem lehet elmondani. Köszönöm.